2016-os pontjához, az Artmozi hálózat digitális fejlesztésének támogatása címszóhoz tettem módosító előirányzatot. 100 millió forint helyett 600 milliót javasolok erre a célra. Elmondanám képviselőtársaimnak, hogy vannak még olyan városok az országban, ahol a plázák által meghonosított filmvetítés nem kizárólagos szórakozási lehetőség, így Szombathelyen is megtartottuk az önkormányzati mozinkat, sőt, az elmúlt 8 évben fejlesztettük pályázati forrásból, szinte teljesen felújítottuk a régi mozit. Ami hátra van, az a digitalizálás lenne, a 3D technológiának a meghonosítása. Ez viszont elég költséges mutatvány, ezért gondolom én azt, hogy ha már 100 millió forintot erre a célra megfogalmazott a tisztelt országgyűlés az előterjesztésben, ami körülbelül másfél digitalizálásra lenne elegendő mozinként számolva, ezt, hogyha ezt komolyan gondoltuk, és az Artmozi hálózatot, illetve a magyar filmjátszát és a magyar mozi hálózatot fenn akarjuk tartani, akkor tényleges segítséget kellene nyújtanunk, és én úgy gondolom, a szakma véleményét is kikérve, hogy az első lépésben is legalább 600 millió forintot igényelne, és nem akarom pejoratív vagy bármiféle példaként hozni bizonyos stadionépítések 10 milliárdos támogatását. Én mégis azt mondanám, hogy ha erre jogosan ennyi pénz szán az költségvetés, akkor a magyar mozirendszer megmentésére legalább 600 millió forintot országosan biztosítsunk. Ehhez kérném a támogatásukat. Köszönöm szépen.